Hát befejeződött a 2020-as olimpia, de ez nagyon érdekes lesz egyébként, majd később, amikor visszatekintünk évek múltán erre az olimpiára, hogy 2021-ben rendezték, de mindenhol 2022 kiírva. De hát gondolom, hogy így akarták a rendezők megtartani azt a sorrendet, hogy minden négy évben van olimpia. Hát a, a sikerek. Nagyon sikeres volt szerintem a magyar nemzeti csapat. 20 érmet hoztak el összesen. Aztán 6 aranyérmet, 7 ezüstérmet és 7 bronzérmet. Ez az utóbbi olimpiákhoz képes kiemelkedő, mert az elmúlt 4 vagy 5 olimpián Ennél kevesebb érmet szereztek a magyar versenyzők bár a Barcelonai olimpia olimpián ott <coughs> ott 30 érmet szereztünk, és 11 aranyérmet, és hát volt egy kiemelkedő olimpia, akkor, amikor én még fiatal voltam, sőt, hát akkor még csak két éves voltam, de állandóan arról beszéltünk a fiatal koromban, az az 1952-es Helsinki olimpia, ahol összességében 42 darab érmet szereztünk, és abban 16 darab aranyérem volt. Nagyon örülök annak is, hogy egyébként a kormány támogatja az olimpián sikeres sportolókat, nagyon megbecsülik őket, most egy olimpiai aranyéremér nettó 50 millió forintot, a második helyzet az 37 millió forint körül kap, a harmadik helyzet 27 millió forint körül kap, sőt kapnak még a negyediktől a nyolcadik helyzet elért versenyzők, és azt hiszem a nyolcadik is van, két millió forintot kap. Tehát ez, én úgy gondolom, ez azt jelenti, hogy megbecsüljük a sportolóinkat, akik a fiatalságokat és a felnőttkor elejét teljesen feláldozzák, a családjuktól távol vannak, sokat vannak edzőtáborban, rengeteget utaznak, versenyeznek, és szép eredményeket érnek el, és ezzel a Magyarországnak a hírnevét viszik a világba, és a tekintét növelik. Korábban, ami érdekes egyébként, tehát a rendszerváltás előtt, amikor nagyon fontos volt a, a politikának is az, hogy a sportolók komoly eredményeket érjenek el, és büszkék is voltak a politikusok arra, persze mindegyik politikus, most az mindegy, hogy bal vagy jobb oldalon van, valaki mindegyik szeret mutatkozni a sikeres emberekkel, az olimpiai bajnokokkal, de akkor még sem becsülték meg annyira őket, mint most, és ennek nagyon örülök. 35 éves koruk után egyébként, aki nem tudja, az olimpiai érmesek, azok életjáradékot is kapnak. Jelenleg például egy olimpiai aranyérmes kap 330 ezer forint körüli összeget, tehát 35 évet betöltött olimpiai aranyérmes, és ahány olimpiai aranyérme volt, az annyiszor 330 ezer forint. Tehát csak egy példa, hogy ja, és az ezüstérmes is kap, az e, ennek a 70 át kapja meg az e, körülbelül nem tudom, 250 ezer forintra jön ki a bronzérmes, meg körülbelül 170 ezer forintra. Na most egy olyan versenyző, aki több olimpiai aranyérvet nyert, például az Eger Szegi Krisztina, vagy például ott van a keleti Ágnes, aki a, a utolsó nagy sikeres a, olimpián, a Helsinki olimpián is aranyérmet szerzett, és azt hiszem összesen öt aranyérmet szerzett, 48, 52 és 56-os olimpián. Hát azok ide lehet számítani, hogy, hogy ja, és még ezüstérem, bronzérem, hát bőven 2 millió forint fölötti életjáradékot kap. És ez így helyes is, és, és és még egyszer mondom, hogy gratuláljunk és örüljünk annak, hogy a sportolóink ilyen ragyogó teljesítményt értek el. Én nekem van egy képes sport gyűjteményem. A képes sport újkorában, 1954-ben jelent meg és én minden éves képes sportot beköttettem egészen 1985-ig. Szóval 1985-ben elhagytam az országot, akkor külföldre mentem, akkor már nem tudtam ezzel foglalkozni, de most elővettem a régi képes sportokat, és nagyon nagy élmény volt arról olvasni és azt nézegetni, hogy a korábbi olimpiákon kik szerepeltek, milyen eredménnyel, és azt is megnéztem, hogy még élnek -e ezek a sportolók, hát nyilván így a 68-72-es olimpia sportolói, de hát, mint ahogy előbb említettem, a legidősebb élő olimpia bajnokunk, keleti Ágnes, hál' Istennek, jó egészségnek örvend, és most már 101. életkorában van. Megmutatom nektek, így néz ki, én be is köttettem a képes sportot, nem tudom, hogy jól látszik-e, de minden esetre nagy, nagyon nagy élmény, ha így belenéz az ember, és a, a régi fotókat, a régi riportokat nézegeti, és éppen meg is ragadnám az alkalmat, Hogyha valaki abban tud segíteni, hogy van eladó képes sportja 1985-től napjainkig, akkor azt én szívesen megvásárolnám. Én találtam hirdetésben két helyen is képes sportot eladott, de sajnos azok vidéken vannak, én pedig nem hagyhatom el Pest megyét, így nem tudtam megvásárolni, de amennyiben meg fog szűnni ez a nyomkövetőnek a használata akkor meg fogom keresni természetesen ezt a két eladót, és ha még megvan nekik, akkor meg fogom vásárolni. Nem tudtam megegyezni velük, szóval mondtam nekik, hogy próbálnak Pest megye területére jönni, és ott szívesen átvenném. Na a lényeg az, hogy ha mégis tudtok eladó képes akkor engem érdekel, szóljatok, hívjatok, tudjátok a telefonszámomat, és, és akkor várom. A segítségeteket mindenkit ölelek, és örülök annak, hogy Magyarország ilyen szépen teljesített.